Először is a törvényi háttér, a megújuló energiákról, tehát Magyarországon a 2007. évi 86. törvény határozza meg az elektromos áramnak az átvételét. Ez központi hálózaton megy, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal veszi át, illetve adja tovább a szolgáltatók felé. Illetve már megjelent egy különböző rendelet megújuló energiaforrásokról, ami kiadja, hogy bizonyos kapacitások felett veszi át a megújuló energiákat, ugyanis van kicsi, közép és nagy erőmű, és az energetikai hivatal csak a nagy erőművi teljesítményt veszi át közvetlenül a kötelező átviteli rendszer szerint, az összes többit a szolgáltatókkal végezteti el és adminisztráltatja. Ugyanerről a Nemzetfejlesztési Minisztérium is adott ki rendeletet. A nagy erőmű az fél megawattól számolódik is onnantól lefele. A háztartási méretű erőmű pedig 50 kW mérleges teljesítmény. Mert megújuló energiaforrások Magyarországon, ez a 2013-ban megtalálható erőművek listája. Láthatjuk, hogy például Szeged, Debrecen, Sopron kettő típusú és két különböző fajta energiát termel nagy erőművi szinten. Ezek főképp depóniagáz, biogáz, szennyvízgáz, illetve napelem park. Pécs és Kecskemét kiemelkedő, még itt található Pécset is és Kecskeméten is biogáz erőmű. Illetve ami érdekesség, ami Heves megyére vonatkozólag a Mátrai biomassa, az Elki szélerőmű, illetve a Tiszalöki vízerőmű, de erről majd kicsit később. És itt vannak az erőművek listája, amelyek megtalálhatók Heves megyében. Mint említettem, a Tiszavíz vízerőmű energetikai Kft., ez Kiskörén van, eléggé szocialista épület, 28 megawattot képes megtermelni, viszont a szállítása körülbelül az elmondások alapján a környező öt települést tudják ellátni energiával. Ilyen következő erőmű az a Mátrai erőmű érték, vegyes biomassza tüzelés, illetve már lassan elindul majd a napelem park is. Itt 13,8 megawatt az, amit megújuló energiával, tehát biomasszából állítanak elő, vegyes biomasszából főleg, és hát nem tudom, hogy mennyi lesz a névleges teljesítménye, de ha jól satszom, hogy ilyen 20 megawatt körül lesz a napelem park. A Heves megyei vízmű ZRT-nek Gyöngyösen van egy hulladékgázosító üzeme, amivel igencsak csekély 0,22 megawattot, de viszont a hulladékgáz nem számít a megújuló energiaforrásokhoz, ezt külön kategorizálják, ezért befért a nagy erőmű kategóriába, tehát ezt közvetlenül Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal veszi át és értékesíti. Tehát, mint említettem, Elkem a szélerőmű, itt a Kft., ez a paciga, sok mindennel foglalkozik. Volt rá forrása és tendere, hogy létrehozzon egy ilyen erőművel. Itt a megújuló energiaforrás tervezésénél kiemelném a Heves megye területfejlesztési koncepcióban. Tehát két prioritás van, ami foglalkozik megújuló energiaforrásokkal. Az első a cél az, amikor az ipar, tehát a vállalkozások fogják majd átvenni, tehát fognak termelni és fognak használni megújuló energiaforrásokat, illetve konkrét kis kapacitású erőműveket is szeretnének létrehozni, és erre is szeretnének területi operatív fejlesztési programból forrásokat biztosítani. Valamint a civil szektornak a társadalmasítását is, tehát a civil szektorra szeretnék ezeknek a megújuló energiaforrásoknak a társadalmasítását rábízni majd. És a másik fontos ilyen megújuló energiaforrás tervezés, ez a fenntartható energia akcióterv, amelyet a Magyarországon az Energia Klub nevezetű non-profit szervezet társadalmasít. Itt a Polgármesterek Szövetsége az, ami Európán belül létrehozta ezt a programot, és az a célja, hogy egyrészt a CO2 kibocsátást azt visszaszorítsa, illetve az energiatermelést tovább serkentse. És Heves megyében egyedül Felső-Tárkánynak van elfogadott fenntartható energia akcióterve. Láthatjuk, hogy 60 Eger is adott be pályázatot 13-6-13-28-án. Be lett adva, többször el lett utasítva, és így a folyamatos beadás hiába hívták le az Energia Klubnak a
szakembereit, egyszerűen nem tudnak olyan közös konszenzust csinálni, mert itt nem csak azon, hogy leírjuk, hogy mit szeretne az önkormányzat, hanem itt igenis kell a helyi társadalommal egyeztetve több fórumot tartani, és hát így jelenleg áll ez a